Mindenkit köszöntök, aki eljött a ma délután. Ugye azt lehet mondani, hogy minden kezdet nehéz, meg a tél is beköszöntött, de azért örülök, hogy együtt vagyunk, és elkezdjük a kalandozásunkat. Most ebben az időszakban, ami meghívott bizonyára megkaptak digitális formába, látják, hogy egy ilyen szendvics szerkezetű lesz ez az előadás sorozat. Egy alkalom stresszről szól, egy alkalom pedig a dietetikáról, tehát az étkezéssel kapcsolatos tanácsokról, és akkor, amikor az ételekről lesz szó, akkor ételkóstoló is lesz. A stresszt azt megkóstolhatják közben, hogy ahhoz nem kell tálalni, az jön magától. És hát mielőtt elfelejteném, Jánostól kaptam egy könyvet, aminek az a címe Szemtől szembe a stresszel, hogyha valaki majd többet szeretne még tudni annál, ami itt elhangzik, öt alkalommal, akkor ezt megveheti, de előre is mehet a dolgokba. Úgyhogy egy nagyon jó könyv, és hát vannak más könyvek is, azokat is meg lehet nézni. Miért foglalkozunk a stresszel? Ez egy kérdés lehet, ugye, amikor az egészség témaköréről van szó. Azt lehet mondani, hogy a stressz annyira nem szembetűnő abban a tekintetben, hogy betegséget okoz, de mégis azt lehet mondani, hogy rengeteg betegség hátterében ott van a stressz. Ilyen a rák, ilyen a szív- és érrendszeri betegségek, ilyenek lehetnek a különböző gyomorpanaszok is, és hát nem beszélve arról, hogy sok esetben a pszichés betegségek mögött ott van, ugye az teljesen egyértelmű, és hát ezért érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel. A stresszt azt elkerülni nem lehet, az van. És hát ma mindjárt fogunk néhány alapfogalommal foglalkozni. Itt a gépen megtévesztett, de rögtön visszamegyek. Na. Nézzük meg, hogy mi ennek a stressz szemináriumnak a célja. Ugye látni fogjuk, hogy hát egyrészt a kezelésről, másrészt pedig a küzdelem felvétele, illetve a kezelés. Fölveszük, megtanuljuk, hogyan lehet a küzdelmet felvenni a stresszel szembe, és hát milyen módon lehet kezelni ezt a problémát. Úgyhogy a mai alkalommal azt lehet mondani, hogy alapfogalmakkal fogunk foglalkozni, illetve el fogjuk kezdeni majd kicsit a személyiség típusoknál, kit hogyan ér a stressz, és utána fogjuk fölosztani majd különböző részekre. Ugye, ahogy itt elmondja itt az a vázlatunk is, hogy a stressz témakörét egyrészt fizikai részre, másrészt értelmi részre osztuk föl, utána jön a szociális, és végül pedig a lelki szinten fogjuk megközelíteni. Ezt felejtsék el, nézzük meg, hogy mi a stressz. A stresszel kapcsolatban, ha ezt a szót halljuk, akkor rögtön Selye János jut eszünkbe, hiszen ő volt az az első ember, aki ezzel a kérdéssel mélyen foglalkozott, több könyvet is írt ezzel kapcsolatban, és nézzük meg, mi az ő megfogalmazása. Azt mondja ő, hogy a stressz a szervezet nem fajlagos válasza bármely dologra, amely kiválasztja, kiváltja azt. Hát ugye ez egy fogalom, egy megfogalmazás, egy ilyen hát mondat, amiben próbálta összesúfolni, mit jelent a stressz, de nézzük meg egy kicsit közelebbről. Gyakorlatilag ugye megszoktuk azt, hogy vannak természeti törvények, például ha elengedek valamit, akkor ugye az gép gyorsulással elindul lefelé, föld középpontja felé. Ugye ez kiszámítható. Ugyanúgy a víznyomása kiszámítható, és számtalan dolog olyan, hogy
ki tudjuk számolni, előre vele föl lehet mérni, ki lehet számítani, hogy mi lesz egyes dolognak a következménye. A stressz nem ilyen, azért írja oda, hogy nem fajlagos válasza, mert ahányan vagyunk, annyi féleképpen válaszolunk egyes stresszorra. Lesz erre majd példa, de ezzel kapcsolatban engedjék meg, hogy elmondjak egy viccet. Ez a vicc a következőről szól, temetőben játszódik, ugye ez egy kicsit fekete humor, és hát van egy úriember, egy olyan középkorú, törde, van egy friss sír, és ott áll fejfánál, és tördeli a kalapját, szomorúan próbál nézni, ott áll, és akkor elnéz egyik oldalra, nincs senki, elnéz a másik oldalra, és néhány sírhelyjel arrébb egy hasonló kariberű ember, szintén kalap a kezébe, tördeli, és az is próbál ilyen bánatos arcot vágni, és akkor összenéznek, megszólal a másik, azt mondja, szintén anyós, azt mondja, nem, feleség, azt mondja, az is jó. Ugye ezzel valószínűleg nem a hölgyek mosolyognak nagyon, de hát ugye, és ugye, de minden viccben van valami igaz, de ami miatt ezt elmondtam azért, ugye, hogy a gyász általában a legtöbb embert lesújtja, de itt ennél a két úriembernél inkább megkönnyebbülést hozott, és a való életben is találkozunk olyat, hogy ugye azok, akik nem éltek túl jól, inkább megkönnyebbülés, mint gyász, ugye a gyászt az csak a látszat kedvéért mutatja. És ugye itt, ha megkérdezném, hogy mi a stressz, és meg is kérdezem, mit mondanának? Mi jut eszembe? Félelem. Mit lehet még mondani? Aggódás. Javargács. Váratlan problémák. Ugye általában, amikor stresszről beszélünk, akkor, ahogy itt a kép is mutatja, egy csomó negatív dolog jut eszünkbe. Ugye például ott van egy rossz főnök, őt látjuk ott az óra előtt, ilyen, aki hát ugye kíméletlen, aki ugye behajt rajtunk mindent, ugye mindent követel és semmit se ad, és ilyen ugye, akit a gondolatától már rosszul érezzük magunkat, vagy itt ugye a következő, az óramutató járásával megegyezően megyünk, van egy csomó befizetetlen csekkünk, az is ugye emeli a vércukorszintünket, akkor, hogyha valami, ahogy az úr mondta, valami váratlan dolog ért bennünket, mondjuk el szeretnénk sietni az autóval valahová, és hát akkor látjuk, hogy leeresztett a kerék, ugye, és hát ugye otthon is vannak problémák, ugye a síró, rívó gyerekek, vagy ha nem megy nekik jól a tanulást, a viselkedési problémák vannak, ezek mind kiváltanak stresszt. De ugye ezek, amikről beszéltünk, ezek negatív dolgok, de gyakorlatilag azt kell mondani, hogy vannak pozitív stresszek is, amiket tulajdonképpen keresünk. Gondoljunk csak azokat az emberekre, azokra az emberekre, akiknek extrém sportjuk van. Ugye azok, akik leugranak a hidról, és akkor ez a gumikötél megragadja őket, és akkor visszarántja, mielőtt még beleesnének a vízbe, vagy azok, akik sárkányrepülők, vagy ejtőernyősök, vagy hát különböző dolgok. És hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugye, ha úgy visszagondolunk, hogy alig vártuk az esküvő napját, holott tulajdonképpen az is stresszel járt, de ne olyan stressz, amit ugye újra és újra fölvállalnánk. És ugye vannak más olyan dolgok is, amik örömteljesek, de ugyanakkor azért stresszel járnak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a stressz az hát nem csak rossz, hanem hát sok esetben ez fűszerezi meg az életünket. Ez a mondat, amit most kivetitek, ez tulajdonképpen a legjobb hír a stresszel kapcsolatban.
Ugye az mondja, hogy a stressz nem az, ami történik, hanem az, hogy erre a történésre hogyan válaszolunk. Ugye, mert hogyha olyan volna, hogy az előbb a természeti törvényekről beszéltem, akkor tulajdonképpen teljesen kár volna erre a tanfolyamra eljönni, kár volna a stresszről beszélni, mert nem lehet változtatni rajta, de viszont ugye meg lehet változtatni azt, hogy a különböző dolgokra hogyan válaszol. És ez a jó hír ebbe a mai nap. Ugye a stressz okozóját szaknyelven stresszornak nevezzük. Ez lehet a főnök, ez lehet az idő, a pénzhiány, ez lehet a valamilyen goromba kolléga, bármi olyan, ami kiváltja a stresszet. És ugye a stressz a mennyisége attól függ, hogy hogyan reagálunk a stresszorokra. Ugye azt is tapasztaljuk, hogy különbözőek vagyunk ebbe a dologba. Vannak olyan emberek, akiket, hogyha valami hát ilyen meglepetés vagy valami stressz ér, akkor lehet, hogy hirtelen bepánikolnak, vagy ugye valahogy kifejezik ezt a rosszalásukat, de 5 perc múlva már el is felejtették. És vannak olyanok, akik hát egy hónapra ugye majdnem csak hát ilyen betegei lesznek ennek a dolognak, ha csúnyán néztek rá, vagy ugye valami nem úgy sikerült, tehát erre különböző a válaszok. A macskával kapcsolatban szemléltetjük ezt a stressz kérdést, még ugye, ahogy különbözőképpen lehet a stresszorokra válaszolni, egy olyan példát hadd mondjak, amit valószínűleg meg fogunk tudni jegyezni. Képzeljük el, hogy ugye, nem ilyen idő van, hanem süt a nap, már jobb idő van, és kiteszünk a párkányra egy darab vajat. Ugye ezt lehet, hogy a New Startosok ezt a gondolatot nem szeretik, de nem megesszük, hanem csak kitesszük ide a párkányra, és ugyanolyan darab agyagot is kitehetünk. Süt rá a nap, az egyik megolvad, igaz? A másik meg megkeményedik. Tulajdonképpen ilyenek vagyunk, hogy az egyikünk hát így viselkedik, a másik úgy viselkedik, nem egyformán viselkedünk ugyanarra a stresszorra, és hát ez a jó, mert hát ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk. Most azt nézzük meg, ugye egy macska esetében mondjuk találkozott egy ilyen nagy blökivel, hogy hát mi történik vele. A stressz elindít egy olyan dolgot, ugye, amit úgy nevezünk, hogy küzd vagy menekülj. Ugye a macska vagy nekiugrik a flokinak, vagy pedig gyorsan eltűnik, hogyha ha erre van lehetősége, ugye a kettő közül valamelyiket válassza. És miközben ez történik, ugye adrenalin és noradrenalin kerül a szervezetébe, a mellékveséjéből. Mind a kettő hormon, amit neurotranszmitternek is neveznek, tulajdonképpen ez ingerület átvitelre segít, és ugye a kettő anyag között hát vannak különbségek a szerkezetében is, a hatásában hasonlóak. Amit csak megjegyeznék, és ha valaki többet akar tudni, akkor tájékozódjon, mert nem gondolnám, hogy hát itt ilyen biokémikusokat kellene képezni, hogy az adrenalin elsősorban a testi képességeinket erősíti meg, a másik pedig inkább a szellemi kapacitásunkat. Tehát ugye, hogyha tegyük föl egy ilyen Bernáthegyi elő kellene megelinalni, akkor az adrenalin segít elsősorban, de ugyanakkor, hogyha vizsgázunk, vagy valami olyan dolog van, amikor elsősorban szellemi igénybevételünk van, akkor pedig a noradrenalin az, ami segíthet nekünk, aminek a hatása elsősorban segít. Ugye, amikor a macska találkozott a blökivel, akkor ugye a adrenalin és a noradrenalin hatására a vérkeringése felgyorsult. Bizonyára volt már úgy mindenkivel, hogy hazafelé ballagott, egy kicsit elgondolkozott, és ugye esetleg már arra gondolt, hogy otthon mit fog csinálni,
és egyszer csak egy ilyen másfél mázsás kutya ugye a kerítésnek nekiugrott, és hát akkor ugye egy pillanatra megáll az ütő bennünk, utána meg elkezd gyorsan verni, ugye, tehát ez történt a macskával is. Akkor utána az, amit annyira nem észlelünk, hogy energiába gazdag cukor jelenik meg a vérbe, ugye felszabadulnak a raktárak és a szervezetbe. A véralvasztó mechanizmusok felgyorsultak, mert ha netán ugye sebesülésre is sor kerülne, ugye milyen jól meg vagyunk szerkesztve, hogy ugye rész esetén minden jól működik. Az izmok funkciói felgyorsultak, és lesz más is, ugye a légzés szaporább lett, ugye ez hasonló, mint a szívverés. Vérsejtek szabadulnak fel a tárolóhelyükbe és kerülnek be a keringésbe, és finomabbak lettek az érzékei a macskának. Ugye? És végül a nélkülözhető emésztő rendszer megszűnt dolgozni. Ugye ezek a dolgok történnek akkor, amikor hát ilyen stressz helyzetbe kerül a macska. És azt lehet mondani, hogy ez egy jó dolog, mert hogyha egy olyan macskánk lenne, akivel ugye megalszik a szájába a tej, és megjelenik a hatalmas vérszomjas blöki, és ő csak úgy nézne, hogy most mit csináljon, akkor valószínűleg vége volna, különösen ugye, hogyha egy ilyen kutyával találkozna, aki különösen nem szereti a macskákat. Ebben az esetben a macskának ez a életében jelenti, hogy hát ezek a dolgok bekövetkeznek, mert ennek a következtében vagy ugye pillanatra szembeszáll a kutyával, és az meghökken, és akkor utána egérutat nyer, vagy eleve felszalad valami magas fára, és akkor onnan a kutyára. Tehát gyakorlatilag ez a segítsége. Mikor van igazán baj? Ugye, és ez az emberrel is ugyanígy történik, ha különböző nehéz helyzetekbe kerülünk, ugyanez történik, mint a macskával. Ugye a baj akkor következik be, ha a nap 24 órájából 24 órán keresztül ez történne velünk. Hát a stressz önmagában nem baj, ha van, életmentő lehet, el tudunk ugrani az autó elől, az előbb említettem vizsgahelyzetbe ki tudjuk vágni magunkat, ugye lehet, hogy ugye az anyuka tudja kapni a gyereket valami ugye balesetveszélyes helyzetből, ez mind jó dolog. De ugyanakkor, hogyha túl sok és ránk nehezedik, akkor történik a probléma, hiszen ugye a szívünknek úgy jó, hogy olyan 72 körül ver, sőt a sportolóké ugye alacsonyabban, és hogyha 180-nal kalapálna folytonosan, akkor meg fölmenne a vérnyomásunk, akkor az nem lenne jó, nem lenne semmiképpen szerencsés számunkra. Ugye, tehát ezt gyakorlatilag elmondtam, ami megjelent, és az is, hogy mi az igazi probléma. A másik probléma, túl az állandósult stresszen kívül, a nem megfelelő reakciók. Itt a felső, két képet külön kell választani. A felső képen ugye a főnökünkkel kapcsolatban ugye úgy érezzük, hogy stresszor számunkra a főnökünk, ugye így nem járhatunk el, ahogy a kép mutatja. Itt inkább a futást, ugye, kell választani azt, hogy visszavonulunk, vagy pedig, ha lehet, akkor munkahelyet cserélünk, ugye, amennyire lehet, mert azt mondjuk, hogy nem éri meg, hogy tönkre tegyem az életemet, nincs az a fizetség, ugye, hogyha nagyon-nagyon kiállhatatlan. De lesz még ugye, más tanács is, mert lesz ilyen téma, amikor a munkahelyi stresszel foglalkozunk. De ugyanakkor itt látjuk az alsó képet. Itt meg kell küzdeni a dolgokkal, ugye küzd vagy menekül kérdés van, ugye itt a főnökkel szemben ne küzdjünk, mert ő az erősebb, de a családban meg nem meneküljünk el, mert ugye itt anyuka szépen elszaladt, ugye, mert sok volt a mosatlan, meg ugye sokat rendetlenkedtek a gyerekek, ez ugye nem szerencsés a családnak se, meg az anyukának se. Tehát ugye meg kell találni a megfelelő megoldást, hogy éppen küzdjünk-e, vagy pedig meneküljünk, ugye, és ehhez bölcsességre van szükség az adott helyzetben. Ugye az se jó, hogyha valaki fortyog magába, látjuk ezt a
megoldást. Vannak olyan emberek, akik ugye soha nem mondják ki, soha nem beszélnek, soha nem védekeznek valami, hanem magukba fortyognak, és utána egyszer elmegy az orvoshoz, és akkor egy halom ugye, betegséget állapít meg nála, ami ez a fortyogás választotta ki. És hát az se jó, hogy ugye a toporzékolunk, mert az se oldja meg, mert a gyerekeknek rossz példát mutatunk. Most következik az, hogy hogyan mondjuk nemet a stresszre. Ez a nem szó nem véletlenül van nagybetűkkel és külön színnel ott írva a táblán, mert ugye ezt most ilyen betűszónak fogjuk használni. A N betű is mást jelent, az E betű is és az M is. Az N betű a nyitottságot jelenti. Lényegében ahhoz, hogy meg tudjunk küzdeni a stresszel, tanulnunk kell ebbe a kérdéskörbe. Meg kell vizsgálni, mi okozza, mi az, ami számomra az, ami a ahol a leggyengébb vagyok, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ebbe a vizsgálódás, meg eleve az, hogy részt veszünk egy ilyen tanfolyamon, vagy elolvassuk a Janának a könyvét, és abból tanulunk, hogy ez a nyitottságot jelent, tehát az, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni akarok. Ezt jelenti el a nyitottság. Utána jön a következő, az egyensúly. Az van, hogy általában az emberek egy dologra szokták helyezni a hangsúlyt. Például ugye van ez a New Start téma, itt általában mindig a evésről van szó, holott 8 alapelv van. Ugye, ha szó volt rá, és a mozgásról sokkal kevesebb szó esik, vagy pedig sokkal kevesebb szó esik a lelki egyensúlyról, és így tovább. Az evés, az érdekes módon az 99%-át teszi ki a New Start-nak, holott tulajdonképpen, ugye, ha 8-al elosztom, akkor 12,5% kellene, hogy jusson neki, és nem így ennyi. Tehát egyensúlyhoz hozzá tartozik, hogy mindent körbevizsgálunk. Ugye, és majd fogunk foglalkozni itt a stresszel kapcsolatban, ugye az egyensúlyhoz tartozik az is, hogy tegyük föl, hogy valaki könyvtárban dolgozik, ugye, ha csak a moly nem serceg, vagy valami ilyesmit nem csinál, akkor ott csend van. Ugye még a látogatók is lábújhegyen járnak, padlószőnyeg van, ugye suttogva beszélnek ott, hogyha valamit kérnek, az egy majdnem olyan, mint a süket szoba. Hogyha ez az ember kijön innen, és utána elmegy horgászni, mondván, hogy ott is csönd van, az nem biztos, hogy szerencsés, mert ugye egyoldalú dolgok érik. Ennek az embernek akkor az emberek közé kell menni, az utca zajába, ott, ahol zajlik az élet. De ugyanakkor, hogyha valaki mondjuk egy cégnek az ügyfelese, ugye ahová a telefonok szaladnak be, mérges ügyfelek szaladnak be, és ugye elege van, hogy neki valószínűleg a horgászás, vagy valami erdei séta, vagy ilyesmi, az, ami az egyensúlyt teremti meg. Ugye értjük, hogy miről van szó, tehát tulajdonképpen meg kell találni, nem szabad, hogy egyik irányba elbillenjen az életünk, és így a stresszkezelésnél is több tényezőt lehet figyelembe venni. És a utolsó dolog, tehát a M betű, hogy mérlegelés és meghozott döntés. De a mérlegelés azt jelenti, hogy átgondolom, hogy mi mennyit ér nekem, ugye, hiszen ugye Jézus is mondott egy ilyet, hogyha valaki tornyot akar építeni, akkor előtte egy költségvetést kell csinálni, és hát rá kell jönnie, hogy ki tud-e jönni, be tudja-e fejezni ezt a munkát, mert különben ugye kárt szenved. És tulajdonképpen így van a mi életünkben is, hogy hozunk egy mérlegelést, hogy hol kell változtatni, mi az, amit meg kellene változtatni. De ez önmagában kevés, hanem meg kell hozni a döntést. Azt lehet mondani, hogy általában a magyar embereknek nem az információkkal van a problémája. A problémája ezzel az utolsóval van a meghozott döntéssel. Mert
azok, akik dohányoznak is jól tudják, ha máshonnan nem a dobozról, hogy ugye a dohányzás árt, és mégsem jön el soha az a nap, amikor azt mondják, hogy abba hagyom. Volt egy szomszédunk, aki ráadásul orvos volt, de ilyen láncdohányos volt. Egyikről a másikra. Hát meglett az eredménye, szomorú eredménye, mert tüdőrákos lett, és tulajdonképpen ugye, a kollégái az olyan rendesek voltak hozzá, hogy ő neki volt egyedül megengedve, hogy a kórház területén cigarettázhasson. Úgyhogy tulajdonképpen ő nem tudta meghozni ezt a döntést, hogy abba hagyja, és hát ugye, szegényt azóta eltemettük. Lényegében ugye ez van, hogy információban sok mindent tudunk, de az még nem segít rajtunk. Nagyon sok ember becsapja magát azzal, hogyha információi vannak, meg azzal egyet is ért, hogy az elég, ez nem elég, hanem tenni is kell, hogy meg kell hozni a döntést, és azt gyakorolni is kell. Most a személyiségtípusokról lesz szó, azokról a személyiségtípusokról, akik talán a legtöbbször fordulnak elő. Ugye így ilyen szempontból a stressz a szempontjából két részre osztjuk őket, van az A-típusú, meg a B-típusú. Kezdjük az A-típussal, ugye már csak azért is, mert az van elől az ABC-be. Ugye nézzük meg, hogy ugye ezt a jó embert, aki az A-típusú, hogy tulajdonképpen mi jellemző rá. Rendkívüli versenyszellem. Ugye ő nem tud második lenni, harmadikról szó se lehet, ő csak első lehet. Ő már talán úgy született, hogy így indult neki a világnak, már az óvodába is kitűnt, utána az iskolában csak színötös lehetett, és így tovább, hogy egy rendkívüli versenyszellem van benne. Ugye ez az ember tulajdonképpen nem tud igazán szocializálódni, pont ebből ugye, mert aki versenyez, annak nincsenek haverjai, mert hát azokat hátra kell hagyni, és ezért ingerlékeny, mert folyton ugye veszélybe érzi az elsőséget, veszélybe érzi azt, hogy hát ha valaki megelőzi, és hát ezért ingerlékeny. Ebből adódik az agresszivitás és a barátságtalanság is. Hát ugye, és állandó gyötrődés az idő szüke miatt, és bizonytalan. Annak ellenére, hogy fölnéznek rá, mert irgalmatlan nagy teljesítmény van mögötte, akár a munkahelyen, akár a sportban, mégis egy bizonytalan ember, és ugye ezért van az, hogy sok esetben az történik, hogy azok, akiket mi irigylünk, mégis öngyilkosok vagy depressziósok, mert nem igazán boldogok. Ugye itt le van írva, hogy a élete a számok játéka körül forog, motorja mindig teljes fordulatszámmal pörög, megpróbál még egyet, még több dolgot teljesíteni, még egy találkozót lebonyolítani, még egy telefont elintézni, még egy eseményt belesúfolni már is sűrű programba. Mindjárt átmegyünk a B-típusúhoz is. Itt most elmondanék egy történetet. Lényegében, hogy békességünk legyen, és ne ilyen emberek legyünk, talán segít ez a történet. Ez a történet arról szól, hogy a menedzser képző főiskolára bement a professzor előadást tartani, és vitt magával egy 5 literes dunsztos üveget. És vitt magával egy csomó ilyen öklömnyi követ. Lehet, hogy a Dunaparton szedte, lehet, hogy máshol vitt egy csomó ilyen követ. És akkor ott a hallgatók szeme látára, ott a pulpituson telerakta ezt az üveget ezekkel a kövekkel. Kérdezte a hallgatókat, hogy tele van-e az üveg. Azt mondták, igen! Erre ez az ember
kivett a pulpitos alól egy vödröt, abba homok volt. És ráöntötte erre, ugye a kavicsokra megrázta, és akkor ugye hát sok-sok homokot elnyelt még ez az üveg. Azt mondta, na, most már tele van ez az üveg? Azt mondták, igen, hát azt mondja, még mindig nem, elővett egy üveget, és akkor vizet töltött le erre az egészre. Tehát tulajdonképpen ugye, és akkor kérdezte ezeket a hallgatókat, hogy mi ennek a tanulsága. Azt mondja, az a tanulsága neki, hogy nincs olyan zsufolt nap, nincs olyan helyzet, amikor még valamit ne lehetne vele tuszkolni. Hát azt mondta, igen, hát így gondolják, de ő nem ezt akarta elmondani, hanem azt akarta ezzel elmondani, hogyha először a nagy dolgok kerülnek a helyükre, akkor a kis dolgoknak is lesz helyük az életünkbe. És tulajdonképpen ugye el kell döntenünk mindenkinek, és mindenki maga dönti el az ő értékrendje szerint, hogy mik a nagy dolgok. Hogy lehet ez az Isten, család, barátok, ehhez hasonló. Ha ezek a helyükön vannak, akkor biztos, hogy jut idő a pénzkeresetre, ami már ugye kevésbé fontos, hogyha ezeket nézzük, jut idő a játékra, jut idő arra, hogy a hobbira, és így tovább. De hogyha ugye a kevésbé fontos dolgokkal kezdjük, hogyha tegyük föl, először a vizet öntöttük volna, meg a homokot, akkor sokkal kevesebb kő fért volna el ugye ebbe az üvegbe, mert ezt mindenki el tudja maga előtt képzelni. Tehát ahhoz, hogy rend legyen az életünkbe, ne felejtsék el ezt a történetet. Ugye, ezt azóta láttam videón is, ott ugye nem köveket rakott ez a professzor, hanem ilyen golflabdákat, de teljesen mindegy, tulajdonképpen a mondani valója ugyanaz. És azt el sem mondom, hogy mit csinált ez a másik professzor. Elrontotta ezt az egész történetet, de ez a tanulság, amit most elmondtam. Nézzük a B-típusú viselkedést. Melyik szimpatikusabb önöknek? Hát az a helyzet, hogy nem mindenkinek szimpatikusan, annak ellenére, hogy ugye az eszünkkel fölfogjuk, hogy tulajdonképpen valami ilyesmit kellene. Természetesen ez ugye egy szimbólum, ahogy az előbbi is, mert az az ember is azért alszik, a másik, ugye, akiről ugye mutattuk, hogy A-típusú, hanem így a habitusát fejezi ki ugye egy kép. Ugye ő sem fekszik mindig, ugye, de lényegében ugye azt mondják, hogy a B-típusú az, ugye, aki kiegyensúlyozott, nem rohan, és reális célokat tűz ki. Ugye ön akkor B-típusú személyiség, ha nincs egyetlen olyan szokása, vonása sem, amely az A-típusnál említettük. Viselkedésben nincs lappangó ellenszem, nem érez kényszerítő erőt arra, hogy bizonyítsa, hogy eldicsekedje a képességeit. Amikor játszik, akkor valóban örömet és megnyugvást talál, és nem felsőbbrendűségét fitoktatja, tud bűntudat nélkül pihenni, épp úgy, mint nyugtalanság nélkül dolgozni. Mennyivel ember szabású, nem? És az, hogy ki milyen típus, az sokszor már gyakorlatilag a gyerekágyba, vagy valahol a gyerekkorunkba elkezdődik. Mit szoktunk mondani a gyereknek, akkor szeretlek, ha. És akkor valamilyen teljesítményt, hogyha megírod a leckét, ha megeszed a spenótot, akkor is, ha utálod, ha. És tulajdonképpen ezzel azt tanítjuk, hogy akkor lehet valakit csak szeretni, ha valami teljesítmény van mögötte. Ugye? És lényegében ezt akkor átörökli a felnőtt korába is, és csodálkozunk, hogy mi lett ezzel a gyerekkel, hiszen olyan aranyos kis jó szófogadó gyerek volt, most meg rohan, nem ér rá fölhívni bennünket, és hát a családjával is olyan, mint a pokróc, ugye? És lehet, hogy mi rontottuk el, mert ugye nem hitettük el vele, nem tapasztalta meg, hogy szeretni lehet akkor is, hogyha
nincs mögötte teljesítmény, valami kimagasló teljesítmény. Ha nem ő a osztály első, ha nem ő ugrik a legmagasabbat, és így tovább. Ugye akkor is szeretetre méltó lehet valaki, hogyha középszerű, akkor is, hogyha egy kicsit ugye, gyengébb. A lányunk ilyen sérült emberek között dolgozik, és hát én csodálom a lányunkat azt, hogy akit, hát én pillanatilag még csak úgy tudok nézni, hogy olyan furcsán, hogy vajon mi baja lehet, mert ugye vagy dadog, és ugye nehezen mozog, vagy valami. Ugye a lányunk meg azt mondja, de édes, hát ugye ez lenne jó, hogyha meg tudnánk látni mindenkibe az értéket, és hát ugye általában az emberek azért, hála Istennek, nem ennyire sérültek körülöttünk, de el kell fogadni azt is, aki középszerű, az, akinek nem mennek úgy a dolgok, és hát nem csak a szépség királynőtnek vittek ma Valentin napon virágot, hanem gondolom azt is, aki egy kicsit molettabb, vagy aki ugye éppen a harmadik helyezett lett a szépség a királynő választása. Ez a orvos, ez a dr. Friedman a következőket javasolja az A-típusú viselkedésmódra, mert ugye az a B-típusúra nem kell semmit, mert az rendben van, hogy ne játssza tovább a számok játékát. A minőség soha nem arányos a mennyiséggel. Aztán tervezze úgy a napjait, hogy kevesebb programja legyen, rangsorolja a dolgokat. Tulajdonképpen rajtunk áll, hogy mit írunk be a határidő naplónkba, és mikor tudjuk azt mondani, hogy ma már nem érek rá, hanem majd a következő héten, ekkor van idő. Hogyha valakinek fontos, megvár bennünket, ha nem fontos, akkor hát úgyis csak fölöslegesen tettünk volna. Nyilván vannak tényleg olyan élethelyzetek, amikor ebből ki kell lépni, ugye ez nem egy olyan merev szabály, de az nagyon ritkán szokott előfordulni, ugye, hogy valami olyan rendkívüli eset van, hogy ezt át kell ugrani. Tanuljunk meg jobban függeni másoktól. Figyelem mostani anyukákat, most ez nem kritika akar lenni, lehet, hogy egy kicsit burkoltan az, de tulajdonképpen inkább így rácsodálkoztam arra, hogy ugye a lányokat nem tanítják meg ilyen házi tevékenységre, mert mondván, hogy ugye úgyse tudja jól csinálni, ha mosogat, akkor néha utána kell csinálni, ugye, meg hát, ha ugye történik vele valami, és hát menj lányom, ugye, te csak tanulj, meg csinálj valamit ott, és nem tanítják meg. Holott, hogyha igaz, hogy az elején több odafigyelés kell, de hogyha megtanítan a dolgokat, akkor tulajdonképpen már segítsége volna, és ugye amikor haza megy, a második műszaknak nekiesik, akkor volna egy segítsége. Így, hogyha nem képzett segítséget, ugye, mert mondván úgyse tudja megcsinálni, akkor ugye, hát, több, akkor ott állandosul ez az idegesség. Tehát meg kell tanulnunk megosztani a feladatot, még akkor is, ha netán az a másik nem olyan jól csinálja. Aztán ez az, ami nagyon nehezen megy a legtöbb embernek, és hát ugye a vallásos embereknek talán még nehezebben, hogy higgyük el, hogy mi is követhetünk el hibákat, és fogunk is elkövetni hibákat. Mert valahogy úgy érezzük sok esetben, hogy nekünk teljesen tökéletesnek kell lenni. Nem történhet semmi olyan, mert hogyha hiba történik, akkor úgy ugye megmozdul a föld, földrengés lesz, és akkor mindenki, ez a 18 milliárd ember engem fog nézni, hogy én követtem el azt a nagy hibát, ugye, holott tulajdonképpen mindenki el van foglalva maga dolgaival. Ezzel kapcsolatban hadd mondjak azért el egy történetet, ugye, így a hibákkal illetően. Ezt nemrég olvastam, és nekem nagyon tetszett, úgyhogy mivel maguk a barátaim, megosztom önökkel. Történet a következő. Volt egy vendéglős,
aki igyekezett nagyon finom ételeket készíteni, mivel itt ugye egészségklubban vagyunk, azt is hozzá kell tennem, hogy egészséges ételeket is igyekezett készíteni, és arra képezte ki a embereket, akik segítői voltak, hogy kedvesek, barátságosak legyenek a vendégekhez. Igyekezett olyan körülményeket teremteni, hogy jól érezzék magukat, virágok voltak, színesek voltak a falak. Minden a lehető legoptimálisabbnak tűnt, mégsem ment az üzlet. És hát elment egy bölcshöz, és azt mondta, mert már azon gondolkodott, hogy föl fogja számolni azt az üzletet, és elment egy bölcshöz, és azt mondta, te bölcs, segíts rajtam, azon gondolkozom, hogy föl fogom számolni a vendéglőmet, mert hát az a helyzet, hogy nem tudom kigazdálkodni azt, hogy hát legalább kifizessem a dolgozókat, nemhogy még nyereséget is hozzak. És erre a bölcs azt mondta, hogy öt harang legyen a neve ennek a fogadónak. Tehát azt mondja, úgy örököltem ezt a fogadót, és az a címe, hogy ez is csillag. Hogy lehetne öt harang? Azt mondja, nem öt harang. Tehát ez is csillag. Egy darabig elvitatkoztak rajta. Hát azt mondta a bölcs neki, most tanácsot jöttél kérni, vagy vitatkozni jöttél. Hát akkor belátta, hogy tanácsot jött kérni, azt mondja, tehát öt harang, de hatot tegyék ki a ház elé. És egy év múlva jön a bölcshöz ez az ember, kérdezi a bölcs, hogy megy az üzlet. Hát azt mondja, fölvirágzott. Minden ember, aki elment ott a ház előtt, bejött megmondani, hogy itt valami baj van, mert az van kiírva, hogy öt harag, és hat van, de amikor már bent voltak, akkor érezték az illatát az ételnek, az incsiklató illatot, a pincérlányok rámosolyogtak, akkor vonzotta őket az asztal is, mert szépen volt megterítve. Ha már egyszer itt járnak, akkor fogyasztanak valamit, és aki egyszer már ott volt, akkor máskor is visszajött. És az emberek nagyon szeretik a másik hibáját meglátni, ugye, és hát lehet, hogy ezért félünk mi, de hát látjuk azt, hogy a hibával is lehet nyerni. Lehet, hogy pont azzal, hogy belátjuk, hogy mi is tévedhetünk, ezzel szerzünk barátokat, mert az a helyzet, én nem szeretnék olyan barátokat, akik teljesen tökéletesek, mert nagyon kellemetlenül érezném magamat egy olyan, nem biztos volt olyan, aki kimért, és akkor olyan perfektnek látszik, ugye nyilván nem az, hát ki az, aki ennek az embernek a közelében jól érzi magát. De az, aki ahhoz hasonló, mint én, néha mellék fog, néha elszólja magát, néha ez történik, ugye ez olyan, mint én, vele jól fogom érezni magamat. Tehát ugye ne felejtsék el ezt a sztorit, öt harang, de hatot tegyenek ki. Úgyhogy menjünk tovább. De azt mondja ez a Dr. Friedman, ha Isten lennék, talán rá tudnám kényszeríteni az embereket arra, hogy ne zsufoljanak be egyre több esemény, egyre kisebb időkeretbe. Talán meg tudnám értetni velük, hogy sokkal fontosabb a dolgokat értékessé tenni, mint megszerezni azt, amit értékesnek találunk. Ha Isten lennék, talán helyettesíteni tudnám szeretettel oly könnyen felánguló gyűlöletüket, talán rá tudnám beszélni őket, hogy elhiggyék, sokkal fontosabb a lelki egyensúly, mint feljebb lépni a ranglétrán. Még visszamegyek. Lassan vége lesz a mai alkalomnak. Egy sztorit hadd mondjak el. Ez a sztori arról szól, hogy gyászolt egy hegyi falucska az Alpokban. Az történt, hogy egy fiatal lezuhant a szakadékba, és mire a hegyi mentők kiérkeztek, addigra már nem tudtak segíteni rajta. És hát nem ez volt az első eset, évente megrázta a falut, valahasonló eset, és ezért úgy gondolták, hogy
rendeznek egy falugyűlést, és megvitatják, hogy mit kellene tenni. És hát, ugye, polgármester összehívta őket, ott volt az egész falu, azon túl, hogy jászoltak, el voltak keseredve, és tele voltak ötlettel. Azt mondta az egyik, hogy mentőállomást kellene létrehozni, mert nagyon soká ér ki a mentő a városba. Hogyha itt volna a faluba, akkor, ha itt állna a mentő, akkor sokkal könnyebb lenne a dolog. Igen ám, de a mentőhöz személyzet is kell, ugye három műszakba, ugye meg váltótársak is kellenek. Utána, hát az a szegény mentő meg a személyzet ne álljon kint ugye a szabadba, mert az úgy se lehet, tehát kell egy ház is, amiben a személyzet van, meg egy garázs, amiben beteszik ezt a mentőautót. Akkor azt is elmondták, hogy hát borzasztó nehéz lejutni a szakadékba. Hát a szakadékra lefelé ki kéne építeni valami lépcsőt. És hát a polgármesternek már ilyen volt a feje, azon gondolkozott, hogy vajon milyen külön adót kellene kiszabni, vagy valami, hogy egyáltalán fedezni tudja ezeket a költségeket, amik ezzel kapcsolatban fölmerültek. Ugye ugyanakkor meg hát érezte, hogy valami megoldás kell. Amikor végre Józsi bácsi jelentkezett ott a hátsó sorba, és hát azt mondja, mi lenne, ha a szakadék szélén kerítést húznánk. Hát ugye ez a projekt nyert. És hát ezt mutatja itt ez a kép, ugye, hogy kerítés vagy mentőautó. És gyakorlatilag ugye ez a tanfolyam, meg az, hogy ha foglalkozunk az egészségünkkel, akkor gyakorlatilag kerítést építünk, és akkor adott esetben szó szerint nem kell mentőautó, mert ugye megelőzzük a bajt. És hát azt mondta a kínaiaknál, az volt a szokás, hogy az orvost akkor fizették, hogyha nem voltak betegek az emberek. Tehát ez is egy olyan dolog. És voltak olyan gondolkodók, akik azt mondták, hogy a jövő orvoslása nem abból fog állni, hogy gyógyítanak, hanem elmondják, hogy milyen dolgokkal előzhetik meg az emberek, milyen életmóddal a betegséget, hogy hogyan előzhető meg. És hát gyakorlatilag ezbe az irányba szeretnénk haladni ezzel a életmód klubbal, aminek ugye mostani az első előadását hallották. És befejezésül olvasnék egy mondatot a Bibliából. Máté evangélium a 11. fejezet 28. vers, Jézus azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, s én megnyugoszlak titeket. És ebbe a mondatban sokkal több van annál, mint amit úgy néha lehet így a vallásos iratokban látni, olyan jelenetet, hogy valaki úgy ugye, átöleli Jézust, Jézus magához öleli, vagy pedig ugye, fölemel egy ilyen fáradt vándort, vagy valami, ez idillikus kép, és kétségtelen, hogy ebbe is nagy igazság van. De Jézus túl azon, hogy a tüneteket szeretné kezelni, amikor megfáradtunk és kétségbe vagyunk esve, hanem azt szeretné, hogyha azt az értékrendet, azt a gondolkozásmódot vennénk át, amit ő tanított, akkor gyakorlatilag ugye el se jutunk oda, hogy fölöttébb legyünk terhelve, fölöttébb elfáradjunk, és erre hívott ma bennünket Jézus. Én köszönöm a figyelmüket, mához egy hétre, máskor két hetente lesz ez a program, most egy kis változás lesz, egy hét múlva főzni fognak önöknek, illetve belesültem a mondatba, tehát aki étkezés tudománnyal foglalkozó ember, magyarul jobban tudom, ő fog önöknek tanácsot adni, és hát én úgy gondolom, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Hívják meg a többieket is, önök tudják, hogy kik azok, akik a mai alkalomra elmaradtak velem, majd
ugye gyakorlatilag 3 hét múlva fognak találkozni, akkor ugye tovább fogunk lépni a stressz témakörébe, és hát akkor megint vetitek, és szerintem izgalmas lesz az is. Köszönöm a figyelmet, még egyszer ajánlom a könyveket, és különösen ezt, ami a stresszel foglalkozik. Legyen szép estéjük!